Ez a kis bagoly fennakadt egy kerítésen, és megsérült a szárnya. Repülni most még nem tud, de jó eséllyel a vadmadárkórház munkatársainak, önkénteseinek köszönhetően hamarosan felgyógyul, és visszaengedik a természetbe. A 2021-es év a rekordok éve volt a 25 éves intézmény életében, minden eddiginél több madár érkezett a kórházba. Összesen 1138 sérült vagy elárvult madár és számos új faj jelent meg a múlt évben. A legtöbb fióka volt, és a legmagasabb volt a visszaengedések száma. Több mint 51%-át visszaengedtük a beérkezett madaraknak. Tavaly érkezett a legtöbb fióka, több mint a fele a beérkezőknek fióka volt. Tavaly végeztük a legtöbb csontműtétet a vadmadárkórházban. Tavaly a legkisebb fiók egy őszapó fióka volt, aki egy parányi kis hópehely, illetve tavaly érkezett a legnagyobb, eddigi legnagyobb fiókánk, egy kifejlett fészekből kisodródott rétisas fióka volt. Tavaly érkezett legkorábban az első fióka a vadmadárkórházban, januárban egy fülesbagoly fióka. A madarak ellátása, a kezelések, műtétek nem lehetnek bizonytalanok, ezért megszervezték az Ezrek a Vadmadár Kórházért támogatói programot. A kezdeményezés pedig népszerű lett. Horváth Hella elmondta, az önkéntesek tevékenysége felerősödött, létrejött egy erős civil összefogás. Ennek a lényege az az, hogy egy havi rendszeres támogatás biztosításával, így ez a nagyon sok ember segít abban, hogy a vadmadárkórháznak a működése, a működési feltételei biztosítottak legyenek. Ugye itt elsősorban arról van szó, hogy meg kell venni az orvosi felszereléseket, a gyógyszereket, illetve az ennivalót a madaraknak. A munka egyik jelentős elismerése volt tavaly, hogy a National Geographic magazin felfigyelt a vadmadár kórház tevékenységére, így nemzetközi hírnevet szereztek. A vírushelyzet hatására pedig a szakmai együttműködések is megerősödtek. Az EON támogatásával felépült tavaly a sasröbde, és jelentős volt az egyik legnagyobb állateledel forgalmazó üzletlánc adománya is az állatház kialakításában.